Már tavaly elkészült ez az emlékmű, amit az elhurcolt és internált német nemzetiségű lakosok emlékére állítottak Bonyhádon. 2012-ben hozott a Magyar Országgyűlés határozatot arról, hogy január 19-ét a magyarországi németek hivatalos emléknapjává teszi. Azért ezt a napot, mert ezen a napon Budaörsről hurcolták el az első németeket. Ekkor indultak a vagonok Nyugat-Németországba, a településről több mint 8000 embert vittek el ezen a napon. És utána az egész országban folytatódott ez a kitelepítés. Bonyhád lakosságának több mint felét elvitték, tette hozzá Kochlerné Koch Ilona. Az 1941-es népszámlálási adatok szerint Tolna megyének durván 170 ezer lakosa volt, és ebből 70 ezer volt német anyanyelvű. Ha megnézzük a völgységet, itt a németek aránya még nagyobb, itt a 36 ezres lakosságból 28 ezer vallotta magát német anyanyelvűnek, és ha megnézzük akkor, vagy közelebbről megvizsgáljuk, akkor ez a szám még jóval nagyobb a német származásúak száma, ugyanis ekkora már elég jelentős volt az asszimiláció, amikor már a következő generáció nem beszélte a német nyelvet, vagy nem olyan szinten, és nem vallották már magukat németeknek. Tehát országos szinten is Tolna megye nagyon súlyosan érintett ebben, és nem csak a kitelepítésben, hanem az elhurcolásban is. 1945. januárjában vitték el a német nemzetiségű munkaképes fiatalokat, nőket és férfiakat egyaránt Oroszországba munkatáborokba. Bonyhádon január 3-án dobolták ki, hogy gyülekezzenek a gimnázium épületében, és ott a bonyhádi és környékbeli német lakosokat gyűjtötték össze, majd gyalog hajtották őket Bajára, ahol bevagonírozták őket, és ugye tudjuk, hogy a legtöbben 5 év kényszermunka után térhettek haza, és közülük a 30% soha nem térhetett a szülőföldjére. A völgységből körülbelül 2000 fiatalt hurcoltak el Szovjetunióba. Tolna megyéből ez az arány 4000 körül van, 4000 fölött. Tehát itt is a völgységi járás, ami igazán érintett ebben az elhurcolásban, és ezért is nagyon fontos nekünk, hogy emléket állítsunk. 2013. január 19-én emlékeztek meg országosan először a német nemzetiségűek elhurcolásáról, azóta az országban mindig máshol szerveznek ennek apropójából rendezvényt. Idén Bonyhád városa ad helyszínt az országos megemlékezésnek, erről is beszélt Kochlerné Koch Ilona. Ebben az évben, vagyis már tavaly lett volna a 75 éves évfordulóra, itt Bonyhád adott volna helyet ennek a megemlékezésnek, és dr. József Jiling Mihály elnök úrnek volt az az ötlete, hogy jó lenne, hogyha egy emlékművet felállítanánk az elhurcolásnak, az előzetésnek és az internálásnak. 2022. január 19-én ad otthon Bonyhád ennek a megemlékezésnek. Délelőtt 10 órakor német nyelvű istentisztelettel kezdődik a katolikus templomban, majd ünnepi beszédet most Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, Potápi Árpád és Balogh Zoltán államtitkárok is. Megtiszteli a rendezvényt és igét hirdet a református, a katolikus és az evangélikus püspök is. Az istentisztelet után elsétálunk ide az emlékműhöz, és itt történik majd az emlékmű megáldása. A bonyhádi német énekkar is fog énekelni, valamint elhangzik egy német nyelvű, német és magyar nyelvű vers is, és ezután pedig átadjuk a Bonyháden Nachrichten külön kiadását, amit erre az alkalomra készítettünk. A szobrot a Tolna megyei Német Önkormányzatok Szövetsége Magyarország kormánya támogatásával állította.